2016-ig mélyponton volt a lakásépítések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A fellendülést az építőiparban az áfa csökkentés, a családi otthonteremtési kedvezmény és a kedvező lakáshitelek együtt eredményezték. 2017 elejére már a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rendeződik az ingatlan piac. 2016-ban 218 új lakást vettek használatba, 37%-kal többet, mint 2015-ben. Az építési kedv leginkább Nyíregyházán nőtt, itt közel kétszer annyi lakás épült, mint egy évvel korábban. 2016-ban itt adták át a megyében épült lakások csak nem 3/4-ét. A megye egészében a természetes személyek építetői tevékenysége 8,5%-kal, a vállalkozásoké 5-szörösére emelkedett. Korábban kínálati piacról, jelenleg már keresleti piacról beszélnek ebben a nyíregyházi ingatlan értékesítő irodában is. A szakemberek azt mondják, az előző két évhez képest 15-20%-kal több lakást cserélt gazdát vagy új lakást adtak el. Mind az új, mind pedig a használt lakás piacán továbbra is fokozódik az érdeklődés, az árak pedig nem csökkennek vidéken sem. Sőt, Nyíregyházán a használt lakások ára is megemelkedett. 4 évvel ezelőtt egy panellakás 100-130 ezer forintos négyzetméter áron kelt el, ma már 200 ezer forintos négyzetméter árat kérnek el a tulajdonosok. Az új építésű lakások azért a tavalyi évben még ilyen 280-300 ezer forintos négyzetméter áron értékesítettük. Most már azért 320-340 ezer forintos négyzetméter áron mennek jelen pillanatban. A családi házak azért 3-4 évig álltak, tehát nem igazán mozdult az ára. Most én úgy gondolom, hogy jó fél évben megmozdultak a családi házak ára is, illetve a mostani ebben a hónapban lévő építőanyag áremelkedések miatt az ingatlanok ára, az új építésűek, azok folyamatosan növekedni fognak egy olyan 5-15% között minimum. Az elemzők szerint a megyeszékhelyeken az új építésű lakásoké a jövő, annál is inkább, mert vidéken az új lakások és a használtak közötti árkülönbség csökken.